Az epizód a Zeneos Japán első számú Motorola-jának a támogatásával készült. Importőre a Sakal Metal. Jó reggelt, sziasztok! A Lyoni Reptérről tegnap érkeztünk ide, hogy kipróbáljuk az új frissített Toyota GR Yaris, mert hogy van ráncfelvarrott GR Yaris, amikor néhány éve megjelent ez a típus, akkor nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán idáig eljut a Toyota, hogy valóban egy ráncfelvarrást eszközöljenek, és egészen nagy módosításokat csináljanak azon az autón, ami 2020-ban a megjelenésekor nagyjából az egész autós médiát sokkolta. Ugye akkor mutatták be a Covid után a GR Yaris-t, a pici, összkerekes, akkor 260 lóerős, őrült Toyotát, amin tényleg szerintem a legtöbben meglepődtek, hogy készít a Toyota egy ilyen autót, és most itt van a ráncfelvarrás, a részleteket hamarosan mutatom, lesz versenypályás vezetés is, úgyhogy kellemesnek ígérkezik ez a mai nap. Arra is értettem, hogy meglepő, hogy van ebből az autóból ráncfelvarrott változat, hogy a Toyota eredetileg egy fix darabszámot ígért ebből az autóból, 25 ezer példányt terveztek készíteni, bár a homologizációs okokból, ha jól tudom, még ekkora mennyiségre sem lett volna szükség, de ezt mondták eredetileg, ehhez képest már 2020 óta több mint 40 ezer példányt eladtak, és Európában is közel 20 ezret, tehát jelentősen többet, persze Toyotás mércével, vagy Toyotás darabszámokat tekintve, ez nagyjából a kerekítési hiba, de azért egy ilyen nagyon-nagyon réteg modell esetében nem is hiszem, hogy alacsony darabszám. A Toyota pedig láthatóan továbbra is komolyan veszi ezt az autót, gondolom leginkább image építés szempontjából, és itt tényleg dolgoztak az autón. Egyrészt itt ennél a ráncfelvarrott változatnál egyből látható az új szín, ugye korábban egy alap fehér, egy gyöngyházfehér, egy bordó, illetve egy fekete volt elérhető. Ehhez érkezett ez a Nickel Ezüst Fantázia nevű szín, ez egy standard ezüst szín, amúgy szerintem kifejezetten jól áll az autónak. Nyilván nem ez a drámai módosítás, viszont a lökhárító környékén tényleg vannak változások. Egyrészt itt ez már nem egy műanyagrács, hanem ez egy fémrács az intercooler előtt, és ott van rajta a GR4 felirat. Ugye rally autókon ez bevett szokás, hogy márkát vagy egyéb feliratokat tesznek oda, ez szerintem jó pofa. Ezen túl pedig hát nyitott az autó eleje továbbra is, sőt, itt a ráncfelvárásnál egy kiegészítő radiátor is érkezett. Ugye mindkét oldalon ott vannak a radiátorok, valamint megjelent az intercooler spritzni funkció. Ez ugye korábbi rally autóknál, illetve azoknak az utcai változatainál is megvolt, Mitsubishi Evo-nál, Subaru Impreza-nál volt ez elérhető funkció. Nem tudom, hogy most itt ennek valódi hűtési haszna van. Korábban 20 évvel ezelőtti technikánál ezt még jobban elhittem, illetve ott biztos, hogy ez így is volt. Nem tudom, hogy a mai technológia mellett erre valójában van-e szükség is. Esetleg ez itt egy gimmick, vagy egy tényleges funkció, már kiindulva abból, hogy az autó alapfilozófiája mit mond, meglepődnék, hogyha ez tényleg csak egy gimmick lenne. Visszavonom a kételjeimet, mert most, hogy ezt így közelről megnéztem, nagyon intenzíven spriccel, és egyébként folyamatosan, tehát hogyha ez be van kapcsolva, akkor nem csak egyszer spriccel, hanem bizonyos időközönként rendszeresen. Ez nagyon vicces. Ezen túl még ami kívülről módosítás, hogy a kiegészítő féklámpa a hátsó szárnyról leköltözött a csomagtérajtóra, illetve egy fényhiddal össze van kötve a két hátsó lámpa, és ott a két hátsó lámpa továbbra is a nagyon minimális alkatrészeknek az egyike, amiben megegyezik a GR Yaris egy standard Yaris-szal, tehát a hátsó lámpák, a fényszórók, illetve a tükrök, amik megegyeznek az alap Yaris-szal, illetve a cápauszony antenna még az autó tetején, azon kívül külső alkatrészekben nincsen egyezőség. Itt is megvan a karbontető, rengeteg alumínium alkatrész, és továbbra is ugye erre a vegyes platformra készül az autó, a Yaris, illetve a Corolla vegyes platformjára, tehát itt nincsen változás, továbbra is összkerékhajtás, viszont a teljesítmény egy picit nőtt. A géptető továbbra is alumínium, ahogy mondtam, gyakorlatilag nincsen súlya, és a teljesítmény itt 260-ról 280 lóerőre nőtt, a nyomaték pedig 360-ról 390-re. Itt arra lehetne következtetni, és a modern autógyártásban általában egy turbó feltöltött motornál ez szokott lenni a recept, hogy szoftveresen módosítanak az autón, nagyobb turbónyomást, emelt turbónyomást kapnak általában ezek az autók, és így érnek el nagyobb teljesítményt. Itt viszont nem ez a helyzet, illetve nyilván szoftveresen is van különbség, de a motor belsejében is különböző dugattyúkat használnak, egyébként ezek könnyebb dugattyúk, illetve a szelepeknél dolgoztak, mert hogy ott volt korábban probléma a GR Yarisoknál.
Ez korábban a gyárinál nagyobb teljesítmény megléte mellett a szeleprugók cseréjét jelentette, sőt akár gyári teljesítménnyel is lehetett problémákról olvasni, de itt a frissítéskor most erősített szelepvezérlést ígérnek, így kiegészítve az átdolgozott hűtéssel egyértelműen arra mentek rá, hogy intenzívebb használat mellett is tartós legyen az autó. Emellett a korábbi alapverzió is megszűnik a GR Yarisból, amiben nyitott volt mindkét diffi, 2024-től alapfelszereltség a torzen elől hátul, az osztómű pedig az átalakított alsó burkolatok miatt plusz hűtést kap. És ugyanez nyilván nagyon erősen a marketing része, de mégis ma kedves dolog, hogy az autó koncepciója a Develop, Race, Brake, Fix körforgásra épül, itt találták meg az autó gyenge pontjait, sőt ugye maga Akio Toyoda is részt vett a fejlesztésben, például egy rally gyorsaságin eltört lengőkar után erősítettek azon, és az első rugóstak bekötését is plusz csavarral egészítették ki, tehát egy hagyományos ráncfelváráshoz képest meglepően sok helyen nyúltak bele az autóba. Változtattak még itt a levegő beömlésen, ez is egy kicsit máshogy néz ki, mint a ráncfelvárás előtt, tehát már ilyen fizikai módosításokból is van bőven, viszont egyértelműen a legnagyobb módosítás itt a ráncfelvárásnál, legalábbis ennél a konkrét példánynál, a váltó, ami csatlakozik a háromhengeres motorra, ez egy 8 fokozatú automata váltó, tehát opcionálisan megjelent az automata a GR Yarisnál, ami valóban opcionális, 1 millió forintos felára van, ami szerintem nem is kevés, és már látom a kommenteket, hogy többen fogják írni, hogy na, a GR Yaris is elpuhul, itt is megvan az automata váltó, de ez valóban opcionális, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk ugyanannyiba kerül a kettő, és a kézi váltót ezek után majd senki nem fogja választani, nem hiszem, hogy erről van szó, de mindenképpen érdekes ez az automata váltó, mert ez nem egy dupla kuplungos váltó, tehát ez egy hagyományos nyomatékváltós automata 8 fokozattal, és ilyen keresztmotoros autónál hagyományos automatát sportos, vagy sportos irányba, vezetési irányba fejlesztett autónál én kevés jót láttam, sőt nem is igazán gyakori ma, hogy tényleg egy ilyen mindenképpen vezetési élmény irányába orientált autónál hagyományos automatát használjanak keresztmotoros autónál. Ugye a hosszmotoros beépítésnél ott van a CETEF 8 fokozatú automata, az iparági standard, amit egyébként rengeteg sportos vagy akár sportautóban használnak, például a Toyota is egyébként ugye a Suprában, de ilyen keresztmotoros beépítésben sportos irányba hangolva ebből alapvetően sem sok volt, az előző 5-10 évben pedig végképp nem, szinte mindenki dupla kuplungos automatákat használ, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, de mutatom belül, hogy ott hogy néz ki az automatának a kialakítása, illetve belül van egyébként is ránézésre legalábbis a nagyobb változás a ráncfelvarrásnál. Szóval képekről és videón keresztül valószínűleg egy kicsit megosztó lehet ez a friss belső. Én is, amikor a sajtóanyagban először megláttam a képeket a beltérről, akkor összehúztam a szemöldökömet, hogy itt valójában mi is történt, mert egy ilyen szögletes, már 80-as évek hatást keltő, összeöntött műanyag darabba került a műszerfal, ami valóban képekről és videón keresztül érdekes, de a funkcionalitása számomra nem kérdés. Az, hogy ez jól néz ki-e vagy sem, az teljesen ízlés kérdése, ebben nem is mennék bele, nekem egyébként így élőben alapvetően tetszik, de ezzel több hibát is tudtak korrigálni, ami valóban adott volt a GR Yarisnál. Egyrészt 5 cm-rel lejjebb került a műszerfal teteje, és módosítottak a belső visszapillantó tükör bekötési pontján is, ez korábban itt volt elől, egy picit hátra tudták hozni, ezáltal itt jóval nagyobb lett, jóval jobb lett a kilátás előre, illetve leginkább a B-oszlop irányába. Ugye korábban a ráncfelvárás előtt itt a tablet magasan kilógott, a belső visszapillantó pedig egy picit lejjebb volt, ezáltal itt tényleg elég szűk volt a kilátás. Van itt például az eseményen is egy ráncfelvárás előtti autó, beültem és tényleg ezen itt javítottak. Szóval ez egy pluszpont, hogy figyelnek ezekre a visszajelzésekre, valamint, ami mondjuk számomra is egy sokkal jelentősebb és tényleg az első pillanatban észrevehető gond volt, hogy magas az üléspozíció a GR Yarisban, illetve magas volt. Nem mondom, hogy most tökéletes lett, de 2,5 cm-rel lejjebb tették az ülést, lejjebb engedhető 2,5 cm-rel, és így valóban jelentősen jobb az üléspozíció. Én 180 cm-es magassággal így már teljesen jól ülök az autóban, egy nagyon picit még mennék lejjebb, de ez teljesen egyéni preferencia, nem mindenki szeret a földön ülni, itt azért most még mindig nem arról van szó, hogy tényleg a földön ül az ember, szóval, hogyha versenypályázik valaki, és mondjuk bukósisakban rendszeresen használja magasabb testalkattal, akkor lehet, hogy ez még mindig nem lesz tökéletes, de biztos, hogy jobb. Ráncfelvárás előtt az tényleg olyan volt, hogy beült az ember is, egyből azt érezte, hogy egy sámlin ül, úgyhogy ez megint egy pluszpont. Amúgy ez az ülés megegyezik a korábbival, ez továbbra is egy teljesen használható, komfort szinten használható, de nem a legnagyobb oldaltámaszt kínáló ülés. Versenypályán valószínűleg ez már sokaknak nem lesz elég. Ez egyébként hamarosan számomra is ki fog derülni, mert hogy már itt vagyok a pálya mellett is, mindjárt fogunk ott is autózni, de tényleg az ülés az így változatlan,
ami ezzel az új műszerfal kialakítással még érkezett, hogy jobban a vezető felé vannak orientálva a kezelőszervek, szinte minden egyébként elérhető tényleg kényelmes távolságban, a tablet is nekem sokkal szimpatikusabb, hogy egyrészt így a műszerfalban van, nem áll ki, és egyébként jó helyen is van, hogy ez egy standard Toyota infotainment rendszer, ezzel itt túl nagy meglepetés nincs, egyébként a gyári beépített navigáció egészen jó, azzal jöttünk a reptértől idáig, annak úgy a felbontása is jó, egyébként a sebesség is, de ez teljesen oké, alatta van egy rendes fizikai klímapanel, a szintén pluszpont. Aztán itt vannak alatt olyan extrák, mint ülésfűtés és kormányfűtés, ami szerintem nem elhanyagolható, mert ugyan eddig valószínűleg nem nagyon-nagyon sokan választották még első számú autónak a GR Yaris-t, de talán pont az automata váltó ezen az arányon növelhet, és emiatt ezek az extrák nem rosszak. Aztán alatta van a kipörgésgátlónak a kikapcsolója, egy 12 voltos hajzat, illetve még mindig megvan itt a hajtási módokat választó, az összkerékhajtás programját választó tárcsa, normál, gravel, illetve track mód közt lehet változtatni, erről már mindjárt beszélek bővebben, de megjelent egy drive mód választó is, ilyen korábban nem volt elérhető a GR Yaris-nál. Egyrészt az összkerékhajtási módjai változtak, a korábbi sportmód helyett megjelent a gravel mód, itt fixen 53-47% a hajtási arány, a track módnál pedig a korábbi állandó arány helyett egy 60-40 és egy 30-70 közti arányt folyamatosan változtatva tud osztani az autó, tehát papíron akár 70%-ot is hátrahajtva, de itt gyári állapotban továbbra sem igazán hátsókerék orientált a hajtás. Megjelent ezentúl az említett vezetési mód választó, ez leginkább a gázpedál karakterisztikáját változtatja, illetve az automatánál a váltási pontokat, de a kormány rásegítésben nem tesz különbséget, és adaptív lengéscsillapítás sincs, ahol tudna módosítani, viszont a friss digitális óracsoport elrendezése sportmódban egészen hasznos. És valóban egy teljesen digitális óracsoportot kapott a GR Yaris is, amit én mindenképpen sajnálok, szerintem jobban passzolt az előző analóg műszeres óracsoport az autó hangulatához. Valószínűleg amúgy ezt olcsóbb is gyártani, tehát meglepődnék, hogyha a szempontok közt nem lett volna ott a digitális óracsoport javára ez, de az is igaz, hogy a funkcionalitása nőtt ennek az óracsoportnak, illetve több információ egyszerre jobban átláthatóan elérhető ennél a digitális óracsoportnál, tehát bal oldalon fixen ott van az embernek egy vízhőfok, olajhőfok, olajnyomás, illetve automata váltóhőfok, és a különböző drive módokban, ugye különböző dizájnja is van ennek az óracsoportnak, tehát például sportmódban egy nagy fordulatszámmérőt felül, ugye ott hangsúlyosan a fordulatszám végére, fordulattartomány végére fókuszálva, kis sebességmérővel, egyébként pedig a normál módokban egy teljesen átlátható, egyszerű ilyen digitális óracsoportot ad ez ki a plusz információkkal. Szóval én ezt részben sajnálom, de az is igaz, hogy a funkcionalitása így nőtt, vagy legalábbis egy picit jobban átlátható, illetve több információt tud mutatni egyszerre ez az óracsoport. Meg is jöttünk a pályára, itt fogunk autózni, lehet majd a kézi változás, az automatát, illetve az egyik special változatot is próbálni. A sessionök közt japán úri emberek gazú racinges kabátban guminyomást állítanak, úgyhogy kifejezetten autentikus. Én majd egy kézi változással fogok kezdeni. A pálya pedig Lyon mellett Champier településén helyezkedik el, a hivatalos francia nevét meg sem próbálom kiejteni, de ez valójában nem egy rendes versenypálya, hanem egy teszt és vezetéstechnikai pálya, igen jó 3,1 km-es hosszúsággal, visszafordítókkal, döntött kanyarokkal, rendes bukóterekkel és nagyon hangulatos háttérrel. És már itt is vagyunk egy kéziváltós kivitelben, az instruktor úriember vitt egy kört, úgyhogy van némi fogalmam már a pályáról, persze ez édeskevés lesz, mert meglepően technikás. Ez a kis pálya nekem nagyon tetszik. Kéziváltós példányban kezdünk, talán nem a szerencsésebb ilyen szempontból. És nagyon-nagyon sok lehetőség nem is lesz menni, de a hangulatot szerintem mindenképpen meg fogjuk kapni. Korábban GR Yaris-szal, de itt is érezhető, hogy megvan az a rendesen mozgós karaktere, tehát dől, ami biztos, hogy pályán nem a legelőnyösebb, nem a leggyorsabb, és itt is egyébként egy picit tolja már az orrát, de nekem tetszik. Az persze egyébként kiderült az évek alatt, hogy pályán nem feltétlenül elég ez, hogyha tényleg gyorsan szeretne menni az ember. Közben előttünk egyébként, ez nem egy instruktor, hanem egy kollega. Remélem majd elenged. Köszönöm.
nagyobb tempóval is elfér, de zseniális. Fantasztikus. Illetve most itt be van kapcsolva az autoblip funkció, tehát ad gázfröccsöt visszaváltásnál itt pályán, főleg úgy, hogy az első métert konkrétan most az autóval itt tettem meg, nem szerettem volna kikapcsolni, így ez nyilván nagyon sokat segít, de ebből már így lejön az, hogyha egyébként akár pályán is szeretne menni az ember vele, és nem feltétlenül van annyi tapasztalata, vagy egyszerűen csak egy kéziváltós autó ilyen teljesítménnyel, kéziváltós autót soknak gondol pályán itt ezzel, hogy ad gázpröccsöt, rengeteget segít, és hát bőven élvezetesen lehet vele autózni kéziváltóval is pályázva, nem ez a korlát. Nekem ez már előrevetíti azt, hogy számomra biztos, hogy nem az automata lesz ebből az út, de nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy az vagy az milyen. Nem pályaautó. Az érződik. Ez teljesen egyértelmű, hogy vagy nem pályaautó. Mozog, dől, él. De zseniális. És ennyi is volt most a gyorsabb autózás itt a kéziváltós kivitellel. Nem túl meglepő módon. Jó, egyébként itt ez a fordulatszámmérő, ez a csík, ez nekem tetszik. 4000-nél kezdődik a nagyobb sáv, tehát ugye onnan jobban látja az ember. Szóval tényleg gyári állapotában nem hiszem, hogy ez az első számú felhasználási területe ennek az autónak, de az is érződik, hogy azért nem drámai módosítással nagyon jó lehet, és élvezetesen így is lehet itt autózni. Tény, hogy az ortolás azért az adott, szóval itt több kanyarban is, úgyhogy nyilván nincs pályaismeretem, szóval valószínűleg a legrosszabb éveket használtam, ez biztos, hogy nem segített, de ahogy az instruktor is egyébként gyönyörűen itt végigfolyatta a pályán, ott is lehetett látni, hogy azért egy-egy kanyarban, hogyha egy picit forszírozza az ember, akkor meg tudja tolni az orrát. Alap esetben hiába az összkerékhajtás, hiába akár az olyan mód, ahol többet tud hátrahajtani, ez adott, de azért mégis egy amúgy standard elsőkerekes hot hatchhez képest sokkal megbocsájtóbb. Ezután lett volna lehetőség kipróbálni a Rovanpera és az Ogier különleges változatokat a Yarisból, ugye ők a gyári versenyzői a Toyotának a WRC-ben, és esztétikailag mindkettő elég extrém, különböző nagy szárnyakat kapnak, de ezentúl leginkább a hajtási programban van különbség egymás közt és az alapváltozathoz képest is. A Rovanpera verzióban fánk üzemmód is van, ha minden igazi tényleg képes többet hátrahajtani, nekem viszont nem volt időm kipróbálni ezt, mert inkább a mezei automatával mentem. Amúgy mindkét különleges verzióból érkezik néhány darab Magyarországra is, teljesen irreális árazással, és természetesen mindenki az Evo 6 Tomi Makinen verzióra asszociál, de itt én ezt inkább érzem egy vizuális csomagnak, nincsenek azért akkora módosítások. És ez pedig itt már az automata, és manuál módba tettem, egyébként ez már itt az első méteren érződik, hogy alacsony fordulatnál is egészen gyorsnak tűnik. Kipörgésgátlót most kikapcsoltam az előző körnél itt a pályán, ezt az igazság, hogy nem is igazán figyeltem, úgyhogy bekapcsolt elektronikával mentünk, ez itt most biztos, hogy segíteni fog. Ugye ez nem egy nagy pálya, nincs óriási tempó, viszont ezek az autók azért elég sokat mennek, tehát itt az előző két órában konkrétan konstans mentek. Egyébként nem lassú az a váltó. Ott a felső fordulat tartományban használva. Szóval az előző másfél órában megállás nélkül mennek az autók. Szóval azt nem lehet mondani, hogy nincsenek kihasználva, illetve hogy a pályás hőtűrő képességét nem lehet kipróbálni az autónak. Nagyon gyors, hagyományos automatához képest, főleg egy keresztmotoros autóban, baromi gyors ez a váltó. Ez simán dupla kuplungos sebesség. A fék az pedig konkrétan parádés. Tényleg itt szerintem simán
80-100 kör környékén tartanak ezek az autók folyamatosan. Oké, van köztük egy 2 perces kiállás, tehát ez minimális visszahűtési lehetőség van, de ez nem rengeteg. Ezt imádom, hogy a rázókőre lehet dobálni. Futom, mi az elbírja bőven. Itt padlógázra nem, a hátuljával indul el. Nagyon-nagyon pozitív csalódás ez az automata. Sok is volt ez a kettes ott. Szóval ezzel így körülbelül az 5. körömet autózom itt az autóval is, és már olyan magabiztosságot ad, ami elképesztő. Nyilván ebben benne van az összkerékhajtás is, hogy ilyen téren nagyon stabil, de tényleg nyilván nem az autó határaihoz vagyunk közel egyáltalán, mert arról azért nincsen szó, de a saját határaimat így ahhoz képest meglepően gyorsan meg tudom közelíteni, amiatt nem egyértelmű. Nekem mondjuk főleg egy ilyen, szerintem azért aránylag technikás pályán. És ennyi volt, sajnos. Ez az automata tényleg meglepően pozitív csalódás. Utcán majd kíváncsi vagyok, hogy normál használatban milyen, de így tényleg a fordulattartomány tetején váltva baromi gyors, nem csinált össze-visszaságokat, felül kifejezetten jó, és visszaváltásoknál is, ami azért egy hagyományos autónál megint egyáltalán nem egyértelmű. Visszaváltásnál tud kifejezetten lassú lenni egy hagyományos automata, viszont tényleg így dobálja. Úgyhogy ezt a részét szerintem kifejezetten jól megcsinálták. Nekem nem hiányzik igazából, hogy ez dupla kuplungos legyen. Utcán tényleg majd a finom használatot azt meglátjuk, de így hát nem lennék meglepődve, hogyha nagyon nagy arányban választanák ezt a vásárlók. Illetve nehéz kérdés ez, mert a GR Yarisnak biztos, hogy nem a ma hagyományos sportautós vásárlóköre van. Lehet, hogy itt annyira nem lesz magas az arány, de biztos, hogy nem minimális, akár egy számjegyű, vagy ilyesmi értékek lesznek, mert ez alapvetően jól használható, nem érzem, hogy levenne az autóból. Az is igaz, hogy ettől közelebb lett most ez a GR Yaris szerintem így ezzel az automatával a standard mai elérhető első kerekes ilyen hot hatchekhez, amikben ott van a mondjuk dupla kuplungos váltó, egy Golf GT és ilyesmi. Nyilván teljesen más karakter, de azok szinte már csak automatával érhetőek el, és ott ez megvan, hogy nagyon gyors, ugye tényleg responszív a váltó, és alapvetően ezáltal egy ilyen nagyon élesen használható autó. Itt ebben most közeledett a Yaris, persze ettől még bőven-bőven különbségek vannak, de ugye a kézi váltó az már sokkal inkább az egyediség ebben a kategóriában. Szerencsére nem vesztette el az autó, és erről szó nincsen. És nekem ezek után még mindig nem ez lenne az első számú választásom, de hogy egy releváns választás, és nem csak azoknak, akik mondjuk egészségügyi okokból szeretnének automatát ebből az autóból, az is biztos. Ez pedig itt már az automata változat az utcán. Normálisan használva teljesen oké ez a váltó. Úgyse lassú, tehát egy alacsony fordulattartományban, ahogy pakolgatja a fokozatokat, szerintem az is teljesen rendben van.
felül pedig baromi gyors. Így egyébként magasabb fordulattartományból a visszaváltás is tök gyors, tehát abba se tudnék belekötni. Összességében nekem ez egy nagyon nagy pozitív meglepetés, nem gondoltam, hogy tényleg mint egy hagyományos automata ez ennyire gyors lesz is, és igazából ennyire jó lesz vele az autó. Egyáltalán nem az az érzés van ezzel a váltóval, mint mondjuk egyébként, ahogy olvastam, hogy a GR86-ból is van automata, az egy hagyományos 6-os váltó Amerikában, az amerikai piacon lehet kapni. Talán egyébként Európában is árulják, ebben nem vagyok biztos, de ott mindenkinek az volt a benyomása, hogy ez azért van, hogy legyen egy automata opció, azért túl nagy energiát a Toyota, illetve ott közösen a Subaru-val a Toyota nem tett abba az automatába. Itt ebben biztos, hogy ment fejlesztés, mert tényleg nagyon jó. Nézzünk közben egy ride programot. Ride program készen áll. Ride program aktív. Azért elég szépen elindul. Nem az a nagyon-nagyon durván hátbavágós ride program, de azért elég rendesen. Miről nem beszéltem is itt a ráncfelvárásnál, szintén módosítás, hogy merevebb a karosszéria is elméletileg, mert 13%-kal több ponthegesztést használnak a karosszérián, és 24%-kal több ragasztóanyagot, japánosan pontos számok. Nem tudom, hogy a valóságban ez mekkora különbséget tesz, mert régebben vezettem már a ráncfelvárás előtti GR-Yaris-t, de a valóságban az is már nagyon merebb volt és feszes. Bár egyébként utcán egyáltalán nem a használhatatlanul feszes, és ez itt is megmaradt a futóműben az, hogy tőle mozog, ugye klisé, de tényleg ez a rally autós mozgás, ez továbbra is megvan az autóban, amit én szeretek. A tömege amúgy az automata váltóval nem jelentősen nőtt, és ez megint egy szerintem nagy eredmény, 20 kilóval nehezebb itt az automata kivitel, kereken 1300 kiló, az automata 1280 a kézi váltós kivitel, ami egyébként az autó méretéhez képest nem drámaian kevés, de mai értelemben, vagy mai autók közt persze az. Megcsinálták azt az automatánál, hogy kézi módban az előválasztó karral megfelelő irányba lehet föl, illetve leváltani, tehát a szekis váltóhoz hasonló módon, tehát hogyha maga felé húzza az ember, akkor vált fel, és visszafele tolva le. Ezt sok gyártó nem tudja megugorni, de itt a Toyotánál a VRC-s múlttal ez baj is lett volna. De egyébként én szeretek ilyenkor az előválasztókarral is váltani. Akár amúgy nem rosszak a váltófülek, hát műanyag nyilván, hogy azon nagyon meglepődni valószínűleg nem is érdemes, de igazából ez a terepe. Ez az útszakasz egyébként a Monte Carlo Rally-nak a része, tehát ez egy rally gyorsasági, és ez olyan is. Amellett, hogy baromi feszes, merev az autó, mégis könnyűek a kezelőszervei, de pontos, szóval ezekben még mindig fantasztikus ez az autó. Egyébként egészen szépen engedi visszadobni, tehát akár egyesbe is. Ezeken az utakon itt egészen elképesztően jó. Szerintem bármiféle túlzás nélkül is lehet mondani, hogy gyárilag tényleg pályára annyira nem alkalmas, nem az a főterepe. Itt ez egy picit sok volt már ez a leszabályzás. Lehet mondani, hogy gyárilag puha, lehet a futóművön fejleszteni, akár erőben is, és minden ilyesmi. Ez igaz, de így gyárilag ez utcán nagyon-nagyon élvezetes. Azt én is sajnálom, hogy hátra nem hajt többet, akár egyébként így ebben az új formájában sem. Tehát most is egyébként kikapcsolt kipörgésgátlóval megyünk is, semmi, tehát gyakorlatilag semmilyen irányba nem mozdul meg az autó, őrülten tapad, és a hátuljával nem mozog. Egyébként most track módban voltunk, hogy átteszem gravelbe, akkor meglátjuk, hogy mi történik. Hát a másik, ami nem nagyon beleköthető, egy A110.
A GR Yaris-t a ráncfelvarrással sem rontották el, sőt meglepően sok szempontból fejlesztették. A 2020-as megjelenésekor is unikum volt, azóta pedig még inkább az, gyakorlatilag a létező összes autóipari trenddel szembe megy, és alternatívát kínál azoknak, akik erre még vágynak. Más kérdés, hogy ezzel maximum egy szerencsés szűk réteget szolgálhat ki, 19,5 millió forint az autónak az indulóára, 2020-ban ugyanez 12,4 millió forint volt, bár igaz, hogy azóta alapfelszereltsége a két Torzen Diffi. Másfél millió forintért lehet egy darab csomagot választani, amiben benne van a 18-as kovácsolt felni, ezt valószínűleg a legtöbben be fogják pipálni, ezzel így 20 millió forint felett van ez a kis autó, amit szörnyű kimondani, de a másik oldalról sok-sok autót lehet említeni hasonló összegekért, amik megközelítőleg sem adnak ennyi élményt. Ezzel viszont lezárnám ezt a videót, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek idáig, jövő héten egy következőben pedig találkozunk. Sziasztok!